Az első részben ugyanis erről szeretnénk beszélgetni, egész addig, amíg Alpár meg nem jelenik, ez az első rész, csak hogy így Alpárnak adjak egy kis gondolkodási időt ezzel a struktúrával, vagy felvajzolnám a struktúrát. Az első rész tényleg ez a fiatalkor szimpóhoz való kapcsolódás, egész a Szegeden való megjelenési, amikor majd Tamás, ahol hát tulajdonképpen Tamás találkozott, illetve csatlakozott a szemináriumokhoz, és akkor ott majd Tamás fog egy kicsit filozófikusabb mederbe terelni bennünket a beszélgetést. Ha lesz időnk, kedvünk, utána én még szeretnék visszatérni a Szeged utáni állapotokra, hogy úgy mondjam, tehát a mai Alpár, ami már megint más dimenziókat jelent, de az még odébb van. Tehát kezdjük az elején, kedves Alpár. Hogyan beszélnél a gyermekkorodról, hogyan emlékszel. Kicsit, hát tudjuk ugye, hogy szüleidet elég korán elvesztetted, de hát nagyon szépen, de én emlékszem, nagyon szépeket meséltél ezekről az utakról, Románia, tengerpart. Tehát, hogy van egy ilyen fajta, ugye az Én és Tito című filmre emlékeztető képeket is felidézhetünk, de hát ennél nyilván ambivalensebb a kép, ha Franz Alpárról van szó. Ki fogok csalázni. Nagyon helyes. A születésemet nem én választottam. Ha megkérdeztek volna, akkor nem születtem volna meg, de természetesen nem kérdeztek meg. Ennyivel tartozok az egzisztencialistáknak, akiket szeretnek erről beszélni, hogy a születés az egy radikálisan nem választott dolog, és hát ugye hajlamosak arra gondolni, hogy az általad úgy hívott, hogy életünk, ugye, nevezzük így ezt a dolgot, minden problémája ebből fakad. De most ugye én ilyen szeretem, meg tisztelem a tettetés társadalmi problémát. Tettetés, a szimuláció. A színlelés, ugye, persze, a színlelés. Erre visszatérünk. Jó. Ismerjék, most tűzött mond az emlékezetem, a Truffaut-nak van egy korai filmje, amelyben egyfajta nevelés folyik, egy fiatal embert nevelnek. Ez nem az az érzelmi nevelés, mint a Flaubertnál, ez egy másfajta nevelés. És a következőképpen magyarázzák meg, mi az, hogy társadalom a szillelés alapján. Hogy kell szillelni, és hogy válik a szillelés a társadalom alapjává. Tehát arról van szó, hogy képzeljük el, hogy egy idegen házban vagyunk, és benyitunk a fürdőszobába. És ott van egy anyaszült, mesztelen nő. Ugye, most mit kell csinálni, mit lehet csinálni, mit diktál, hogy az udvariasság, a taktus, meg ilyen dolgok, mit diktál. És hát természetesen ösztönösen azt fogjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy pardon, hölgyem, és akkor eliszkolunk onnan. Jó. Tegyük félre a durvább variánsokat. Igen, maradjunk igen, a igen, színedés. Igen. De ez még nem lenne alapja a társadalomnak, még a társadalmi létezésnek, hanem az az igazi, mondják ebben a Truffaut filmben, hogy azt mondjuk, hogy pardon, uram. De miért? Azért, mert akkor eljátsszuk azt, hogy nem vettük észre a nemét. Ugye nem vettük észre, hogy nőről van szó. Na, hát ugye ilyen társadalomban születünk bele, én is ennek a részese vagyok. Ez az első, amivel szeretném megvilágítani a születésem borzalmas történetét. A másik pedig az a kategória, amelyet szemtelenül be is dobtam az utolsó könyvembe. És arról volt szó, hogy a Pályai András egy barátságosan megbírált egy írásban, épp a Tiszatájban, de ez most lényegtelen, hogy egy tolnai írásomban operáltam a semmi fogalmával, és őt nagybetűvel írtam a semmi fogalmát, holott a tolnai, aki iszkol mindenfajta rendszerből, és szeretné felbontani a rendszereket, tehát őre inkább a kisbetűvel írt semmi illik, ha már éppen a semmi kategóriá. És akkor én most ugyanilyen barátságosan visszaválaszoltam neki, és bevetettem ugye ezt a kategóriát, hogy kevesebb, mint a semmi.
Ugye, megbontani a semmit, semminek ezt az állandóságát, állagát, szilárdságát. Ez nem egészen az én kategóriám, az sem, kevesebb, mint a semmi, hanem én először, hogy a Derridán akadtam rá, szóval egy zsidó történetet mesél. Egy zsinagógában történik ez, ott van a rabbi, ott van egy nagyon gazdag zsidó, akinek a zsebeiből dollárok jönnek, és ott van egy koldus zsidó. És azt mondja a rabbi, hogy, tehát imádkozik, hogy ó, Uram, én hozzád képest apró lény vagyok, stb. Stb. Akkor jön a gazdag zsidó, ó, Uram, óriási bűnök fogannak meg bennem, egész idő reggeltől estig csak anyagi dolgokba gondolkodom, képtelen vagyok, spirituális. Akkor jön a koldus, azt mondja, hogy ó, Uram, én semmi vagyok hozzád képest. És akkor azt, oda megy a gazdag zsidó, a rabbihoz, hogy ki ez a beképzelt, öntelt, hencegő ember, aki magára azt mondja, hogy semmi. Na, és akkor mi a derül, hogy kevesebb, mint a semmi. Ez az a tisztességesebb állás, a legtisztességesebb, kevesebb, mint a semmi. Na, tehát ahogy én is így képzelem el a saját ugye, születésemet, kisebb, kevesebb, mint a semmi, annál is jelentéktelebb, ha éppen úgy tetszik. Na, de hát azért szociologizáljunk is egy kicsit, mert... Igen, ne tereld a figyelmet, tudom, a lényeg. Tudom, hogy abban szoksz vádolni. Én másodgenerációs értelmiségi gyermek vagyok, tehát... Sokakkal ellentétben, és hát azért... Ez sok mindent hozott, mert könyvek között nőttem föl, ami hát jelentős, szimbolikus előnyt teremtett számomra. Ez egy érdekes történet volt, hogy 48-ban akkor házasodtak a szüleim, és hát ugye 48-ban volt ez a nagy fordulat, ugye mindaddig ugye Magyarország és Jugoszlávia között nagyon szépek voltak a viszonyok, mint ebben a pillanatban, ugye, mint tudjuk. De hát akkor 48-ban jött ez a hatalmas fordulat. Ugye Tito, kutya. Igen, a Tito mondott egy nagy, robusztus nemet Sztálinnak. Hát következik persze, hogy magad is mondod, egy másfajta diskurzus. Előbb a szüleim templomba esküdtek, és akkor ugye büntetésképpen elküldték őket egy Overbászra. Ugye az Overbász egy nagyon jelentékeny nyugodt bácskai város, Socska, ugye jelentékeny német réteggel, meg nagyon fontos magyar gimnáziummal a két világháború között. És akkor 48-ban ennek az eseménynek hatására, amire az imént szó esett, dobálták nagy halmazokba magyar könyveket a tűzbe, ugye a szüleim ezeket megkaparintották, úgyhogy hát ennek köszönhetően én úgy születtem, beleszülettem ezekbe a régi magyar könyvekbe. Én mindig imádtam, hogy a régi nagy grófok, olyan díszes kötésű könyvek, ott pontosan tudtam, szobákat voltak éppen annak alapján ismertem fel, mert 5 szoba volt a házban, annak alapján ismertem fel, hogy melyik gróf melyik szobában van. Na. Ezeket pontosan tudtam, és hát mondom, ez egy olyan fajta előny teremtett számomra, amely hát... Behozhatatlan természetesen. De a nevedet ne felejtsük el, hogy a neved is valahogy ehhez kapcsolódik. Tehát egy ilyen tehát ez ma már legenda, ugye, hogy Alpár, és hát nem is kell mondani, mennyi baráti humor kapcsolódik hozzá. Igen, de ehhez kapcsolódik maga az a sajátos név. Igen, a név az úgy jött létre, hogy ez a sokadik magyar könyvnek egyike, a Herzog Ferencnek a Pogányok című könyve volt, és abban szerepel ez a név. És hát én később születtem jóval, és akkor hát viszont a szüleim megjegyezték ezt a nevet, és akkor hát ilyen emlékezet fűződött hozzá, akkor
hűséget gyakoroltak a névhez, ha úgy tetszik. Hát igen, mondhatnánk azt, hogy Herceg Ferenc a keresztapa. Hát igen. Ság szellemétől. Igen, igen. Igen, és ez a vajdaságban ott van, tehát ugye, hogy te mennyire, ugye nagyon érdekes, hogy ez a ti nemzedéketek ugye harcol ezzel a szellem, ezzel a vajdaságnak, ezzel a provinciális, nosztalgikus, egy ilyen aranynosztalg, az aranykor utáni nosztalgia, aminek magának is megvan egyébként a maga bája, ugye, akik innen látogatunk oda, mindig nagyon, hogy mondjam, tehát így ízlelgetjük ezeket, de hát ti ugye ezzel küzdöttetek meg. Szóval honnan jött benned ez a, ugye a szimpó, amit a szimpó képvisel. Tehát hogy találkoztál először honnan ered benned ez a szellemiség, illetve tehát te merrin vagy, nem tudom. Tehát, hogy megy az ember az utcán és vesz a boltba egy szimpót. Mondtad, hogy otthon természetesen, tehát most provokálok, hogy picit így nyilván édesapádon kell, vagy így a szellemi. De milyen közösség volt te, tehát most nem picit tényleg szociológizálni, hogy milyen kultúrszociológia szellem. Azt hiszem, hogy illendő elmondani, mert olyan sok mítosz van ennek kapcsán, hogy ez a magyar-jugoszláv viszonylatrendszer, ez a mai negatív leírások általában abban csúcsosodnak ki, hogy az akkori Magyarország-Jugoszlávia között semmilyen kapcsolat nem volt, hogy a magyarokat folytonosan elnyomták. Hát persze, hogy volt elnyomás, csak hát rétegezni kell, hogy megértsük. Hát azt akarom mondani, hogy a szüleim állandóan Magyarországra jöttek, könyveket vásárolni, ez egy rituális dolog volt. Tehát, hogy egy értelmiség, egy ilyen középértelmiségi család Magyarországra jöjjön. És hát ugye a Szeged itt mindig örökös desztináció, akkor számunkra nagyon könnyű volt könyveket vásárolni. És hát a gyerekkoromban ugye ez az emlékkép maradt, hogy ide jövünk Szegedre, és egy halom könyv, rengeteg könyvben lehet ugye duskálni, és akkor aztán mindig az az érdekes, hogy hogyan lehet a könyveket eltenni. Na, tehát, tehát mielőtt belefulladnánk abba, igen, Jugoszlávia, igen, persze, de hogy ez az egész magyar fonál, ez azért mindig létezett. Számomra különösen azért is, mert az én apai nagyanyám az Budapesten élt. Végén itt halt meg Szegeden, tehát itt is van eltemetve. Igen, a temetőben, igen. Itt van a temetőben eltemetve. És hát ugye én Magyarországot először 63-ban láttam. Tudjuk, hogy 63 még ugye két ország között vízum kötelezettség létezett, de 63-ban ezt felengedték, és ugye az apámnak az első dolga az volt, hogy megnézze az anyját, aki hát a Tóbuhin sugárúton lakott Budapesten, Budán pontosan, és hát akkor még ez úgy ment, hogy gyalog kellett, mert vagy nem is tudom, az autóbusz, hogy Horgosig elhozott bennünket, és utána gyalog lehetett csak átmenni a határon, tehát nem volt semmilyen közlekedés, itt volt valamilyen autóbusz. Tehát nem volt magyar kapcsolat? Nem volt, jó ideig nem volt kapcsolat, ez így ment sokáig. Na, de tehát számomra... Ez volt az első utad Magyarországra, ez a Pest-Budai. Ez volt az első, de mindig, tehát a Magyarország számomra nagyon intenzíven létezett, ugye nyarak Budapesten. És utána már gyakori volt ez. Vallásos gyakorlatok Budapesten. De igen, katolikus, ugye, hogy egy ilyen... Igen, katolikus, erős. Igen, erős vallásos. Ugye az apai nagyon az nagyon erős, majdnem egy bigott vallásos volt. És tehát lényegében mondom, minden vallásos gyakorlatot itt Magyarországon. És az egyébként milyen család háttér volt ott Budán, az, vagy honnan jött ez a... Az öreganyám, szóval semmilyen politikai oka ennek nem volt. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy az apai öregapám, hát több felesége volt neki. Na hát! Több felesége volt, és hát a nagyanyám, elhagyatottnak érezte magát ebben a konstellációban. És akkor... Jó, nem akart itt a család. Igen, és akkor 45 után afféle bosszúként Magyarországra jött. Először Ceglédre, aztán Budára, és akkor hát végén Szegeden fejezte be az életét. Igen. Na akkor térjünk vissza egy picit a temerin gyerekkor, fiatalok. Van egy olyan kérdés, hogy ki kellett barátkozni? Tehát volt szerb-magyar berekedés, barátság, bármi? Tehát ez hogy emlékszel ezekre például erre a multikulturális
Én nem éltem multikulturális környezetben, őszintén szóval. Ez csupa magyar környezet volt akkor, mi szerintem. Én csupa magyar környezetben éltem, tehát... Akkor nem is volt ilyen. Máshol szedtem. Én azt hiszem, ott szedtem össze a szerbnyelv tudását, először televízión keresztül, ugye ott szerettem nézni a foci meccseket, nagyon szerettem nézni, és azért, hogy megértsem a közvetítést, akkor elkezdtem fáradozni, és akkor egészen odáig fajult, hogy a végén megtanultam szerbül. Igen. Tehát igen, ez volt, tehát gyerekkoromban, igen, azt hiszem, hogy szép gyerekkorom volt, mert hát ilyen gyerekkultusz volt a családban, ami azt hiszem, hogy érem is elragadt. Hát egyedüli gyerekként, ugye ez még külön egy kicsit így terheli a viszonyokat. Na most akkor nyilván így kezdve a 70-es évek, tehát egy ilyen érlelődés, ugye, és hát ugye ebből a kvázi meglepetés kötetünkbe, ami már nem igazi meglepetés, mert hát Alpának az első verziót már odaadtuk, és hogy türelmes lesz, az majd meglátja, hogy a Végen László nagyon szépen ír arról, ahogy az első írásodat elemezték, hogy ez plagiátum. Nem akarták elhinni, hogy egy első közlő írás, egy első közlés ilyen erős lehet. Hogy ez hogy jöttél oda? Hogy emlékszel ezekre? Hát jó, most vannak itt ilyen leleplező dolgok, vagy leleplező mozzanatok. Sajnálom, hogy nincsenek itt. Van egy fénykép, az még a gimnáziumi koromból, egy plakátot viszik, hogy nem adjuk Triestet. 73-ban volt egy nagy válság, igen. Már csak akkor 16 éves vagy? 15, igen. 15, és akkor a gimnáziumból kiparancsoltak bennünket, és hát vinni kellett ezeket a plakátokat, meg egyebeket, úgyhogy ott vagyok egy képen, azt hiszem, forgott az a kép, nem tudom, hány újság, vagy viszem ezt, nem adjuk Triestet. De ezt nem Budapestről kaptad, hát ezt a plakátot. Hát az olaszok egészen biztosan megrettentek az én gyertusot. Alpár jön. A jó Isten tudja, hogy kifizeti Alpár. Ezt nem is hallom, nem emlékszem, hogy beszélted volna. Hát ilyen is. Sőt, a temerőben még a stafétát is vittem, hogy ne, persze. Én lojális állampolgár voltam. Igen, a hűség ismét. A hűség. Hát nem véletlenül. Minden napi hűség. Ez minden napi politikai lojalitása. Persze. Egyébként történik a nagy cselei még, ugye ez a... hogy... mondom, hogy 48-ban ugye a szüleim templomba esküdtek, és akkor lényegében az iskola igazgató jelentette fel őket. És itt a történelem nagy fordulata, hogy ugyanaz az iskola igazgató lett a szomszédom. És hát... A Szénmai Károly utcában. Igen, ő lett a szomszédom. Mint egy ilyen... Jobbjális. Ugye létezett a... Hát neki is hűségnek is nekem. Igen, hát ugye létezett egy vajdasági magyar politikai osztag, ugye a Petőfi Brigád. Ugye 45-ben, hát ők elég keményen harcoltak a szerénységi fronton, nem szabad elfelejteni, hogy a német hadsereg jelentékeny ugye egységei még ott voltak a szerénységben, és nagyon sok magyar ember ott meghalt. És hát ez a bizonyos szomszédom, ugye abban az osztagban harcolt, kapott is egy lábsebesülést, és hát állandó élő sebe volt. De hát közben ugye alkoholista volt, és hát mivel a felesége is alkoholista volt, akkor ugye rejtegették a pálinkát egymástól, és vele mindig a kertben lehetett találkozni, mert ő oda rejtette. Csapár, te ezt onnan tudod, már nem azért, csak a saját életet. Hát mert ittunk ott. Hát ja, de ezt akartam hallani. A hűségnek mindig is van egy ilyen fókuszpontja. Na, és akkor... Hát egyszer meg is kérdeztem, egyébként egy elég művel, tehát a maga nem művel. Valószínű, hogy nem egy utolsó. Ugye emlékszem, a Féja Gézának a viharsorokra rengeteget beszélgettünk, ugye azt elég jól ismerte, és akkor kérdeztem tőle, hogy hát olyan Pista bácsi, miért csinált ezt, miért az anyámra azt a negatív? Nem. Elővettem a papírt, meg és volt neked mutattam, a persze, megmutattam neki a papírt. Hát akkor azt mondom. Na, akkor szóval ígyunk erre. Akkor megyünk a kertbe. Jó. Na és akkor így. Hát ugye akkor te ezt így elküldöd ezt az írást. Az volt az abszolút az első írásod? Vagy így amit küldtél a színpónak? Vagy
vagy addig... Vélet, minden véletlen volt. Minden véletlen. Az volt, ugye van egy vadasági magyar reglutációs csatorna, ugye ez a középiskolások irodalmi vetélkedője, és én eltaláltam oda menni. Már én számolok, tehát ez valahol 1975 körül lehetett, ahol én egyébként a déri vitáról írtam, ugye volt egy déri vita, közismertem a 50-es években, arról írtam, és ugye amikor ezt én ott explikáltam, akkor ott volt a Dani Magdolna, a szimpózion akkori főszerkesztője, és akkor csettintett egyet a nyelvével, meg aztán üzent nekem, hogy menjek, mert jó lenne, oda menjek, és akkor valahol ez így volt 1977-ben, akkor elmentem a szimpóziumba, akkor a szimpózium akkor egy ilyen kultusz valami volt, ilyen legendás valami volt, úgyhogy tényleg amikor belértem, akkor remegtek a térdeim, de hát oda mentem, és akkor hát ott mondták, hogy írjak, hát akkor írok, hát most mit csináljuk? Hát akkor írok. Ha már főszólítottak, hát kerülve, igen, igen. És akkor ez így az első írásod, amit így igen, igen. közöltek is, és utána rögtön ugye szerkor, rögtön. Igen, de hát az az igazság, tehát hogy ott az egyetemen, ugye hát a szokványos jugoszláv furcsaságok, meg egyebek, hát ugye volt ez a bizonyos praxis filozófia, igen, ez a praxis filozófia ugye légében úgy jött létre, hogy ugye Marxnak, korai Marxnak a praxis orientált gondolkodását karolta fel, és de ez 70, amikor én 70 éve viratkoztam az egyetemre, akkor ez már lehetetlen dolog volt, mert a hatalom akkor már lehetetlenítette. De attól függetlenül az egyetemi könyvtárban ott volt az összes szám. És én ezt elkezdtem olvasni, hát úgy égett az arcom. Tényleg égett az arcom, és hát egy bizonyos fajta és mondjam, gondolkodási eszménye még mindig ugyanaz. A lehető legelvontabb dolog, és a legkonkrétabb. Én mindig ez lebegett a szemeim előtt, hogy ennek a párosítását. Volt egy filozófus, akit úgy hittek, hogy Eugen Fink. Most az Eugen Finknek, egyébként a Husserlnek az asszisztense volt. Husserlnek az asszisztense volt, igen. Értem, és a Heidegger-vel itt egyébként később művelkedett is, meg egyebek. Na most ő például rendszeres szerzője volt ennek a praxisnak, ami alapvetően marxista orientáltságú volt, és hát ez, én rettetesen szerettem az erőszakról, meg ilyen dolgokat írt, és úgy benne láttam ezt a megvalósulását ennek, hogy a lehető legabstrakt, valami elképesztően abstrakt, spekulatív. De borzalmas nyelvezete van. Persze, ez mind benne van, de ugyanakkor egy olyan konkrétba hasító valami, hát ugye ebben a praxisban például valóban olyan dolgok voltak, ugye a pártnak, a titóéknak, egy nagyon erőteljes, de reflektált bírálata, hogy mondom, azt hiszem, hogy ott akkor már kilakult bennem, és szerintem ezt örök életbe cipelem magamban. Hát ezt az a terhet. Ez érdekes, igen. Hogy így áttételesen. Utána volt kapcsolatotok ezzel a zágrábi praxis? Mert ugye ők beszűnt a lap, megszüntették, de a figurák ott voltak? Vagy így azért tovább? Vagy egy Újvidéke volt kapcsolatotok a szimpó, meg ez a... Ne, de nem mondom, hogy nem is lehet. Itt a praxis 1973-ban szűnt meg. Egyébként úgy szólt meg előtte ez technikai kérdés, hogy a hatalom egyszerűen nem adott nekik pénzt, tehát nem tiltották be, semmi egyéb nem történt, csak egyszerűen nem adták nekik. Mert az a legenda, hogy betiltották. Nem, az ugye a praxis körül egy hatalmas nemzetközi gárda volt, filozófus gárda, azzal, hogy ezek nem marxisták voltak, vagyis nem csak marxisták voltak, ugye ez is például nagyon tetszett nekem, hogy nem csak marxisták, hanem mások is, sőt még analitikus beállítottságok, meg Heidegger János, meg egyebek. És hát ugye ott volt, ők működtették azt a tényleg nagyon híres korcsolai filozófiai iskolát, ahol az akkori kritikai gondolkodásnak a legjobb. Nyitottak legjobb. Hát gyakorlatilag tényleg a vita praxis elvőről. Pontosan. Bocsánat, ez a praxis az a Joachim Ritter is, meg a Pazanin is. Volt egy szlovén
Az Ante Pajanin, arra gondolsz? Igen, hát a Johann Ritter egész biztosan, a Johann Ritter egy konzervatív, jobboldali Hegel János. Írt a praxis, vagy ő volt? Írt a praxis fogalmára Arisztotelésznél, meg Hegelnél. Nem, de, hogy azt kérdezi, de, nem, benne volt a rabba, vagy így ebbe a... Nem. Most a Pajanin, azt hiszem, ő Németországban doktorát alakult, aki fenomenológiával foglalkozott, igen, de ő bele horvát nacionalista lett. Az Antipazani horvát nacionalista lett. És 71-ben nagyon élesen, 71-ben ugye horvátoknál volt egy szétrajzás, és például a Pazsanyan az nemzet irányba tájolódott el. Hát ez külön izgalmas lenne, ez a jugoszláv via szellemi megfűrő, de abban nem akarok annyira belemenni, mert akkor az holnap utáni fogunk. Hanem térjünk vissza egy picit tényleg az ilyen személyes mozzanatokra. Ebben a kiadványban vannak bizonyos kérdések. Igen. Hát sorba véja nem jött el, pedig volt egy nagyon izgalmas kérdés. Nagyon nagy fül problémái vannak. Fül. Fül, igen, tényleg. Hogy egészség, igen. Egészség. Pedig lelkes volt, hogy eljönne, meg minden, és ebben a kiadványban vannak kérdések, de akkor azt nem teszem fel, mert egy kicsit személyes, vagy lehet, hogy majd a későbbiekben az kell egy picit lazább hangot, de kár, hogy nincs itt, mert azt igazából neki kellene feltennie. Van egy másik kérdés. Újvidékről. Ugye én mikor körbeküldtem a kiadvány számára a felkérést, akkor azt kértem, hogy az volt, felajánlottam, hogy a kérdés, amit mindig fel akartál mindig tenni, amit mindig is fel szerettél volna tenni, de soha nem mertél. És akkor van egy-két vadócabb kérdés is, de ezekben most nem megyek bele. Csorba Béla majd focinak kérdez, hogy ki nyert 1990. július 8-án. Azért emlékszem a dátumra, mert ugye a születésnap utáni, hogy mennyiben kapcsolódik ez, de ezt Csorba Bélának kéne feltenni, meg személyes is, nem tudom, hogy erről. Ez csak az annyiban lehet érdekes, hogy milyen, tehát így a 80-as évek végén, 90 körül milyen, hogy mondjam, tehát milyen világ volt ez picit a háború előtt. Tehát ez a 80-as évek, ez a Temerin picit, vagy hogy én akkor már kezdtem ugye járni, de akkor a Bozsikéka vagy ezzel a Ladányékkal ismerkedtem jobban, vagy találkoztam persze a Sebülkebben, de pont veled nem. Hogy milyen, te hogy tekintesz vissza arra a Jugoszlávia, illetve hát a Milosevic előtti pillanatokra, évekre? És van egy másik kérdés, ami a Szimpó botrányhoz kapcsolódik, amíg azért 83, tehát a Sziveri leváltás. Tehát akkor menjünk ide picit vissza, ez a 83 Rendben. Mondom, én tényleg nem multikulturális környezetben nőttem fel, hanem magyarban. Viszont, tehát róla már az általános iskolában voltak elég erős interetnikus tapasztalataim, és akkor a legfontosabb közegemnek a sport volt. Tehát a sport, a foci. Foci persze. Én játszottam az iskola foci válogatottjába, akkor a kosárlabda csapatban is játszottam, a sakk válogatottban is, a kézilabda válogatottban is. És hát ugye ez állandóan a szerbekkel, tehát szerbekkel, de abban az időben... Magyar osztály, szerb osztály, nyilván így már akkor hát ugye... Én olyan iskolában jártam, ahol ugye magyar osztályban jártam, de olyan iskolában, amely vegyes volt. És volt szerb osztály, és akkor ezek az osztály, ami nem volt egy könnyű tapasztalat. Ugye? Igen, azért nem... Azért nem egy könnyű tapasztalat, de egyszerűen tehát az, hogy magyarok meg szerbek egy bonyolultabb, hát például a foci meccsekre emlékszem, mert az egyik legfontosabb csillagunk egy Nasser nevezető alak volt, aki hát, ahogy az ábra mutatja, nem szerb. Hát igen, egyiptomi elnökségi családból vagy. Nem azt mondtam, hogy Gamal Abdel Nasser, nem azt mondtam, de na, tehát ez nagyon ilyen tarka volt, de hát azért persze mindannyian szerbi beszéltünk. Meg én azt hiszem például nekem nagyon fontos a szerb nyelvi tapasztalatokat jelentettek éppen a sportlapok. Tehát ott is nagyon sokat. Úgyhogy ez így gyűlöm lett bennem, hogy akkumulálódott ezek az interetnikus tapasztalatok. Igen, ezek nagyon működtek már akkor.
Ja, most ugye a, hát a 70-es évek, azt kérdezik, hogy milyenek voltak azok a 70-es évek? Hát igen, de most már egy kicsit 80-as évekre így átmehetünk, ugye, hogy így ez a színpónál tesz, hogy élted meg. Ugye nagyon gyorsan így bele is kapcsoltál a szerkesztőségi életbe, és hát ami pár év intenzív, és hát ilyen tulajdonképpen egy tündök, talán a színpónak az az egyik legerősebb korszak, ami hát ugye az ismert botránya, amit most nem kell szét elemezni, de mi igen. Hát, én már csak felidézik egy szituációt, hogy 1981-ben van, akkor az Őrs István, ugye a Lukácsnak volt a titkárja, szerette volna kiadni a Lukácsnak a visszaemlékezéseit, vagy pontosabban nem, bocsánat, hanem a Lukáccsal igen, amit Magyarországon nem tudott, és akkor majd a szimpóziumon meg is történt egyébként, és hát ugye meghívott bennünket a Belgrád Rappart 2-be, és hát ugye akkor mi láttuk, hárman voltunk a szimpózium, és akkor láttuk ezt az akkor még izmosodó magyar ellenzéket, ugye Kis Jánostól kezdve a Bence Györgyik, meg stb. És meg emlékszem, ugye ez a civil társadalmi intimitás, éjjel élni, tehát ilyen 11-kor jön a Konrád Győr, 12-kor a Bence, mit tudom én. Rituális. Hát igen, ezek így folytak, meg hát persze a Szabad Európa valahol háttérve, ugye melankolikus. Már Herceg Ferenci bukolika. Hát igen. Na és aztán a Konrád megkérdezett bennünket, hogy hát ha megadatna számunkra az a lehetőség, hogy Magyarországra emigráljunk, akkor nem, szóval sem lehet róla. Konrád kérdezte tőlünk, még azt mondtuk egyértelmű, hogy nem, abszolút nem, szó sem lehet róla. Annak ellenére, és azért mondom, hogy igen, ez volt, ez az érzületünknek egy része valóban ez volt, hogy az az ország a maga furcsaságaival, hibrid mi voltával, rettenetes, antinomikus szerkezeteivel, de nagyon furcsa értelmet jelent. Másrészt, és akkor ezt már csak úgy tudnám érzékeltetni, hogyha a pszichoanalízishez fordulnék, mondom, hogy mikor van egy olyan dolog, amit az ember nem akar kimondani, de mindenki tudja, hogy létezik. Ugye ez az az egyre erősödő válság, ami a Tito halál, 1980, ugye pontosan érezni lehetett, de mint ahogy elnézést hasonlatért, mint ahogy nem beszélünk a mindennapokban halálról, mert az megbénítana bennünket, hogy folytonosan erről beszélünk, de vagy mi is kerültük ezt a témát, de pontosan tudtuk implicite, hallgatólagosan, hogy itt valami borzalmas készülődik. Igen, ezt a süllyedést. Igen. Ezt én is tapasztaltam, mint már 88-9-ben, hogy már akkor tényleg így akkor már nem is annyira elhallgatott, és nem értettem, hogy miért. Igen, ez a klasszikus szorongás, ugye nem tudod egészen pontosan meghatározni a tárgyát, de hát ennek a szorongásnak ugye persze rengeteg jó anyagja volt, ugye történelmi tapasztalatok, egyebek. Hát ez benne volt az egész szituáció, úgyhogy ez az ellentmondás, ez a kettő, hogy nem megyünk, de ugyanakkor ugye ez az elhatalmasodó, egyre erősbödő válság, amely hát leterít majd benne, vagy leteríthet bennünket, ugye ez is benne volt. Az első beszélgetésben volt, és azon Kocsis Árpád mondta, hogy amikor várjuk, hogy lesz egy válság, ugye ez tényleg akkor nagyon erős volt. De ez még az sem volt, hogy várjuk, mondom meg, még vagy érzett, egy még ennél egy homályosabb érzület volt. Egy homályosabb érzület volt ez. Azért inkább szorongás. Hát ez már megfogalmazódott, amikor 70-es években, ugye, igen, hogy ezek az aggodalmak, most ebben megint nem tudunk annyira belemenni, mert tényleg így picit maradjunk ezen a személyes szinten. Akarsz-e beszélni, mert nekem szerintem nagyon ez a sziveri... Hogy akarod? Szerintem érdekes lehet, nem? Hogyha tudnál így most így utólag, nem tudom hány évtizeddel utána. Hát erről született ugye a Szerb-Horvát Györgynek ez a kötete, így el lehet olvasni. Igen. Mennyiben, talán azt kérdezem, hogy szerinted ez mennyire volt meghatározó a vajdasági magyar elit történet, mondjuk így egy kulturális elit történetében. Mert ezt ugye de nagyon nagy törésnek nevezték akkor. De hát a leváltás, tehát a
ezt a törést, ugye ezt a sziveri, meg hát a ti szerkesztőségeteknek a leváltást. Talán csak ez az egy többé-kevésbé rövid kérdés, hogy ez akkor nagy törésnek számít, akkor ez ilyen nagy töréspont volt, hogy akkor itt ez most egy ilyen nagyon erős töréspont, és nagyon nagy botrány, és ki a felelős, és ugye egymás között is ugye így egy ilyen bizalmi válság volt. Ezt így utólag mennyire látod, vagy hogy értékelni, talán ez lenne egy ilyen rövid viszonylag, hogyha így tudnál, ha van ennek így értelme. Megmondom őszintén, ezt most egy kérdés is utalt arra, egy fiatal generációs tisztelőttől mondanám, a Pressburger Csaba kérdezte. Nem tudom, igen, hogy erre akarsz reflektálni, de mondom, nem akarom túl beszélni, mert ez már nagyon van kicsit beszélve, csak talán így érdekes lehetne itt Szegeden, vagy most 2018. Mondom még egyszer, tehát létezett ez a homályos érzület, amely És ez ahhoz kapcsolódott. Tehát akkor mi azt gondoltuk, hogy azok a stratégiák, amelyeket a vajdasági magyar értelmiség követett hosszú ideig, egyre inkább érvénytelenek. Kevésbé érvényesek. És annak ellenére, hogy mi kötöttünk ezernyi szállal ahhoz a jugoszláv projektumhoz is, de hát mondom, azt, amit nem tudtunk immár elfogadni, hogy annak a projektunk a keretén belül úgy mozogni, hogy ez a vajdasági magyar értelmiség mozgott. Ezt a vajdasági magyar, az előttünk, persze minden kisebbség itt valami módon valamennyire meghatározza a többletfélelem. A vajdasági magyarok szempontjából a többletfélelemnek voltak nagyon konkrét tapasztalati történelmi okai, hogy az 1944-es atrocitások, vagy például 1948, amikor választani kellett Tito vagy Sztálin között, ezek mind elrettentő félelemgeresztő mozzanatok voltak. A szimpózium voltak éppen arról is szólt, és nagyon is szólt erről, hogy lebontani ezt a félelmet valamiképpen. Ellenállni, ellenszegülni annak a bénító érzületnek, amely a félelemből adódik. Mert ugye az előttünk járó vajdasági magyar értelmiségi rétegek úgy gondolták, hogy ha vannak is problémák, azok technikailag kezelhetők a létező jugoszláv szocialista projektumon belül. Mi egyre kevésbé hittük ezt már, 80-as években, és itt került sor kenyértörésre. Ők úgy gondolták, hogy érdemes taktizálni. Érdemes taktizálni, mert hát úgyis minden elrendeződött, vagy elrendeződik, mint ahogy korábban. Mi ebben már nem tudtunk hinni, és ez a szimpózium megrendszabályozásának az eseménye, ez éppen egy nagyon erős szimptomája egyfelől annak, hogy a vajdasági magyar értelmiségi válságban van, másfelől egy nagyon erős szimptomája annak, hogy lényegében az, amit a vajdasági magyar értelmiség alkalmazhatónak talál, az teljességgel érvénytelen. Én nem úgy tekintek, mint a különleges teljesítményeinkre, vagy amit én nagyon nem szeretek, mert kézzel lábban hadonászni szoktam ellene, tehát hogy valamifajta áldozati tőkét kovácsolom. Igen, ezt nagyon nem szeretem, meg bírálom, hanem ez mint egy szimptoma, mint egy kemény szimptoma. Ugye kifejtettem már ezerszer ezt, úgyhogy elnézést az ismétlését. Tehát az én elképzelésemben úgy van, tehát az Jugoszlávia 68-ban befejeződött, igen. Utána már egy lejtmenet van, ami hát persze sokfajta rángatózást jelent, de hát 68-ban befejeződik, tehát egy olyan mértékű nacionalizáció játszódik le, amelyben a kisebbség csak vesztes lehetett.
És hát ezzel az előttünk járó bajnoksági magyar rétegek nem igazán akartak kibékülni, de nekünk ezt látni kellett, mert olyan szituációban voltunk. Hát ez egy csapda helyzet volt, mert tulajdonképpen ők úgy ragaszkodtak a Jugoszlávia képzethez, mint ami feloldja a nemzetiségi. Tehát tulajdonképpen a kisebbségek voltak a Tito utolsó csap, vagy bizonyos értelmiségi rétegek, és akár ilyen középszinten, vagy volt talán ilyen utópia a kisebbségben, hogy igenis Jugoszlávia lehet a kisebbségek megmentője. Tehát ez a titói ideál, vagy titói utópia. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. De ez bonyolult, igen, nem ez a kérdés, hogy provokatíva kérdezek. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és mert ez volt az egyik vátor. A pillanat erejéig visszatérek 1948-hoz, de nem azért, hogy most fölmondjak egy történelmi leckét, hanem hogy megvilágítsak egy történelmi dilemmát. Ugye 1948, akkor történik ez a szétrajzás, ez a konfliktus Sztálin és Tito között, és tényleg máról hónapra dönteni kellett sok vajdasági, magyar értelmiséginek, politikusnak is, való ki mellé áll. Ez nagyon jelentékeny vajdasági magyar értelmiségek a Sztálin mellett döntöttek. Mondjuk például a Keck Zsigmond, aki egyébként Edinburgh-ben doktorált teológiából, és aztán később Kossa Jánosként volt ismert, mint híres nyelvművelő. És hát akkor, tehát 48-ban ez úgy működött, hogy aki sztálinista volt, azt katonai személyeket elítélték, de viszont a nem katonai Cibier. Személyeket nem processzuálták, hanem elvitték az úgynevezett Kopár-szigetre közmunkát végezni. Ugye közmunkát végezni. Na de most nem erről akarok beszélni, hanem az, hogy mit a kisebbségi dilemma. Egy internacionalista szellemben nevelkedett kommunista miért dönt a Sztálin mellett? Igen. Nem azért, mert nem demokratikus, nem azért, mert antidemokratikus, hanem azt gondolja, hogy az az internacionalizmus jelenti, ha szabad így mondani, transzcendentális védőpajzsot a kisebbség számára. Azt de Jugoszlávia nem elég, hanem kell az a még nagyobb keret. Igen, ez hogy nem egy partikuláris, hogy nem rögződik meg egy partikuláris adott esetben személy. És még annyi is hozzátartozik, ez történelmi, megint csak történelmi tény, de azért túlmutat a történelmi, hogy a 44-ben ugye állandó problémaként jelenik meg, hogy a különféle rétegek úgy képzelik el a háború után Jugoszláviát, hogy megtisztítják a kisebbségektől. És hát a történészek, a polgári történészek, hogy nehogy még véletlenül is mítoszokat gyártsuk ezekről, ugye írtak ilyen paksamétákat a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának, hogy az összes magyar lakosságot kilakoltatni. És hát végül mi döntött, ez még mindig homályban van. Ugye egyik elképzelés például az, hogy a Tito, és ebben van valami fajta logia, hogy a hatalom technikai szempontból megtartotta a kisebbségieket. Még valóban a Tito úgy gondolkozott mindig, hogy jugoszláv keret, mint egy ilyen metanacionális keret, és abban jó az, ha szituálódnak a kisebbségiek. De mások viszont úgy gondolkodtak, hogy minél tisztább nemzetállamok, legyen tiszta Szerbia, legyen tiszta Szlovénia, és akkor akkor azt jelenti, hogy a magyarokat is kilakoltatni. Ugye, tehát ez mérlegen volt a 44-45-ben, és azért nem tudjuk egészen biztosan, hogy mi is kidöntött, de hát így történt. Igen, ez nagyon érdekes, román, csehszlovák, bármilyen kontextusból, hogy sokszor az úgynevezett gaz kommunisták voltak a kisebbségpártiak, a polgári nacionalistámok. Aztán ebben most megint nem tudom, nem menjünk be. Ez benne van, ugye ez nagyon messzire, de ez tényleg benne van. Jó. Bocsánat, nem csak akar, hanem a szovjet központ. No, persze. Tehát, hogy a Magyarországistákat a Vörös Hadsereg állítja meg Erdélyben, 44-ben. Jó, most a Sztálinnak is a politikai, meg minden, azért ebben nem menjünk úgy bele, csak a... De ha nem menjünk bele, csak szerintem... De igazad van. Ez a Sztálin-sztál egy... De igazad van. Persze. Szólhatod, hogy jó. Magyar kérdés, vagon kérdés, eddig és eddig. Ja úgy, bocsánat, most már értem, hogy mire utalsz. Igen, hogy nem csak Szovjetunió, hanem a szovjet... Egyetlen megjegyzés, ugye ennek egy érdekes történelmi vetülete, mikor a kommunista mozgalom úgy mutatkozik meg, mint
egy nemzetnek az inkubátora. 1971-ben Jugoszlávia létrejön a muzulmán nemzet. Ugye? Igen. Népszámlálási kategória. Nem, csak hát nem, hát, de közjogi kategóriaként is, érted? Közjogi kategóriaként benne foglaltatott a jugoszláv alkotmány. Meg az új alkotmány. Van egy nemzet, amelyet úgy neveznek, hogy muzulmán. Tehát megteremtették a muzulmán nemzetet, politikai ugye a kommunizmus cégére alatt. Igen. De ez egyébként volt Szovjetunióban is 24-től 27-ig, 27-ben másképpen kezdődik, de ott is van egy ilyen inkubátor szituáció. Kolonizáció, tehát persze meg kell gyökeresíteni. Igen, igen, igen. Hát most persze arról is lehet beszélni, hogy így érkezünk el tulajdonképpen a háború előestéhez, ami gyakorlatilag Jugoszlávia, tehát ez a demokratizálódás paradoxona, ami ugye egyúttal a nacionalizmus felerősítését és eszkalálódását, a konfliktus eszkalálódását eredményezte. Tehát itt a jugoszláv demokratizálódás picit ugye hasonlít a Szovjetunió, hogy a demokratizálódás az ilyen nagyon súlyos konzekvenciák tapasztalatával jár együtt. Most egy picit a magyar, ilyen értelemben megint csak a magyar kontextusra koncentrálnék, hogy ezzel a felemásos, ambivalens helyzetben érkezik el a szimpó generáció, és nyilván te is ehhez ez a demokratizálódó országhoz, Jugoszláviához, illetve a vajdasági magyar társadalomhoz. Hát Ágoston Andrásnak nem volt kérdése az én szerkesztésemben, de ő reagált legelőször a felkérésemre, és majd látjátok, hogy, illetve nem látjátok, mert az új kiadásban nincs benne, de ő nagyon szépen reagált, és akkor talán idézhetem is egy kicsit tisztelettel, hogy Alpára harcostársként tekintek, akkor állt oda a magyar ügy mellé, amikor erre a legnagyobb szükség volt. Most erre gondolnék, hogy ugye ez az akkor, ez szerintem azt jelentette ezt a 90-es évek elejét talán. Ugye ez a ti barátságotok is, ugye szövetségetek is politikailag. Röviden erről, te erre hogy emlékszel erre a politikai angazsáltságodra ott a 90-es évek elején? Ugye a kezdetben volt ez a nagy elán, ez a VMDS, ugye, és ennek a kisajátítása, és aztán ez a ti alternatív kísérletetek. Erre hogy emlékszel? Vagy? A Csorba Bélát... Fordítva. Igen, szóba hoztad a Csorba Bélát, akkor hadd mondjam el, hogy ez így történt, hogy a lényegében amikor érvényt szerzett magának a Milosevic rezsim, amelyet közismerten aztán kiátkozást sújtott a nemzetközi közösség által, exkommunikáció. De volt egy nagyon gyors vajdasági magyar reakció, ugye létrehozták a vajdasági magyarok demokratikus közösségét, és egyébként én nem hiszem, hogy másképpen lehet ezt értelmezni, ezt a gyors magyar reakciót, mint úgy, hogy mindfajta jugoszláv tartalmak lecsapódását. Na most, ezért persze a 90-es évek elején egyre inkább éleződtek ki a viszonyok, egyre több probléma volt, hát a háború szele egyéb. Én nem voltam tagja a VMDK-nak, hanem egyszer Csorba Béla odajött, és hát, hogy mivel barátkoztunk, akkor azt mondta nekem, hogy nézd, az emberek nagyon félnek a betagozódástól, és hát most idézem, elnézést, tehát idézem azt, hogy neked neved van, neked van valami tekintélyed, hogyha te odalépnél, akkor emberek követnének téged is. Ezt én elfogadtam. Tehát elfogadtam az, hogy soha semmilyen politikai tevékenységet nem realizáltam, sztrájkokban részt vettem, meg ilyen dolgok, de szintén tényleg is politikai pártmunkában nem. Aztán hát például 2002-ben részt vettem az jugoszláv kisebbségi törvény előkészítésében, tehát ilyenek is voltak. No, hát az inkább egy ilyen civil angazáltság volt nyilván a politika. Igen, hát azt hiszem, hogy az András ilyenre valami ilyesmire gondolatot volna, de hát azért tényleg őt kell megkérdezni,
Független attól az Andrással nem igazán szoktunk egyetérteni. Nem, de mégis volt egy ilyen... Lehető függetlenül, tehát valahogy tiszteljük egymást. Nem, most inkább csak arra akartam kérdezni, hogy egyáltalán... Nem, ez volt, igen. Ez volt, igen. Hogy én akkor betagozódtam egészen ott nagyon korán, és hát most, hogy mennyi ember jelentett ez plusz, ezt már nem tudom megmondani. Hát tömegek, hát szerényedben ez. Jó, rendben van. Hát ugye elérkezünk a háború előestéhez, illetve hát a sorozások és nem tudom, borzalmakhoz is. Mi felejtsük el a dialektikát, na mindegy, majd később. A dialektikát? A dialektikát, hát igen, meg is mondom, hogy miért. Soha nem felejteni, de most miért? Mondd, hogy mire gondolsz. Hát, ha megmondom... Mert ebben sokan nem bele lehetne ilyen menni ebben a... Nem, én a következőre gondolok, hogy ugye 1999, na most nem tudom, februárjában kezdődött a bombázás, és akkor itt tartottam Szegedén egy hermeneutika órát, ugye belemélyedve a hermeneutika rejtelmeiben, egyebek, ugye, de hát emlékszem, hogy aznap este Pászkai Uniknél voltunk, és akkor ott megy lent a ilyen szallak címként, hogy bombázás. És akkor ugye haza, ha telefonáltam, csak megszakadtak volna, és akkor nagyon meg is ijedtem. És hát akkor mondok, hazamegyek, és hát akkor meg is mondtam, hogy hazamegyek, hanem ott a doktárban Pató Attila levele. És ott volt szó a dialektikáról. Azért mondom, hogy azt írtad ott, hogy remélem, hogy a dialektikán edzett történelmi, nem tudom, képzeted most is újra érvényt nyer, vagy valami. Na, tehát ebben az értem a dialektikán, és régen nevettem olyan jót. Hát azért, ugye, minden helyzetre igyekszek valami. Tehát mondom ezt, hogy a dialektika, mint védőpals, mint a világgal szembeni ellenállás különös közege. Ugye, hát erre is szokom jársványi. Hűség a dialektikához, igen. Na. Hát emlékszem, mert másnap, harmadnap emlékszem, hogy ültünk, és nagyon borús, hogy mi lesz megint, de nagyon. Igen, de most ezzel átugrottuk a 90-es éveket. Nem csak ezt a dialektikát, igen. Hát igen, beköszöntött a dialektika korszaka. És akkor, hát ugye így meg a sorozások korszaka. Igen. És akkor így került a pár. Így emlékszem, hogy az első szeminárium a második emeleten, nem tudott a jobbá, és mindenki ott volt, hogy Alpár. Hát ez volt, ez a dialektika például, hogy el kell jönni, viszont mi nyertük Alpárt. Hát ez tényleg furcsa, hogy mi nyertük Alpárt, és azt, hogy itt volt tizenvalahány évig velünk, és hát olyan generációk kapcsolódtak egymás után, mint amit szerintem Tamás is, te is ilyen gyakorlatilag első-második évben kapcsolódtál. De, vagy így most egy picit nagyon korán. Ez, és nagyon is a hegeli dialektika, ugye? Nagyon is. Ugye Hegelt általában félre szokták érteni, mert úgy szokták őt fölfogni valahogy a pacifikált gondolkodót. Különösen, hogy arra szokták gondolni, hogy a kibékülésnek az a bizonyos kategóriája, egy ilyen pacifikáló problémákat elsimító. Holott ott a kibékülés az voltak éppen befogadása a destrukciónak, a negativitásnak. A negativitás befogadása. Tehát ugye a hegeli szellemben ez, amit te mondtál, hogy a pusztulás, ez nagyon is benne van, mint egy konstitutív tényező. Igen. Akkor... És akkor jön most Tamás a képben, mert ugye akkor kezdtük el a különbséget. Hát itt van a Gulkai Márta is, elbújik. És az első számnak az első írás az a Pavlovics Tamásé volt, és Tamás lelkesen jelentkezett akkor, hogy egy interjút csinálna az Alpárról. Az első számban azt mondtam, hogy a Csejtei Dezsővel, vagy valahogy így, és aztán Tamás a második, harmadik számban rögtön az Alpárral készítette egy interjút, és akkor így át is adnám. Ez nem így volt, egy kicsit később. Hát lehet, hogy kicsit később, most egy-két évvel lehet. Csak itt hoznánk be egy másik perspektívát, most olyan szépen felépítettétek ezt az Alpár élet elbeszélésének a vonalát. Hát az én perspektívám az ugye, vagy ez a szegedi perspektíva, mert hogy Szegeden vagyunk, a szegedi perspektíva az ugye, hogy
hogy itt volt, volt az egyetem jó régóta, és akkor ott mindenféle folyamatok zajlottak a filozófia oktatásában, a művelésében Szegeden. Ugye ez egészen visszamegy arra, hogy a Kolozsvári Egyetemtől ugye megörököltük a filozófia tanszéket félig, aztán jövés-menés és mindenféle volt. Lényeg az, hogy ugye, hát most csak, hogy nem menjünk olyan nagyon messzire, ugye a kommunizmus alatt itt hát igazi aktív filozófia nem volt, hanem marxizmus, leninizmus tanszékcsoportként működött ez a valami az egyetem berkein belül, és aztán ugye az történt, hogy szépen lassan valahogy felvettek ide olyan embereket, akik hát vagy ezt nagyon ilyen reform szellemben művelték itt a marxista-leninista hagyományhoz való tradíciót, vagy ahhoz való kötődésüket, vagy pedig már kifejezetten megpróbálták ez az egészet ugye teljesen más értelemben újra gondolni, legalábbis a tanszéknek a filozófiához való viszonyát. Gondolok itt most ugye Simon Ferire, Dékhány Andrásra, Csejtei Dezsőre és aztán Gyenge Zoltánra, meg később még Gausz Andrásra, tehát ők voltak azok, hogy szépen lassan, ugye, tehát itt ilyen új vérfrissítést hoztam, illetve hát csak annyit röviden, ugye, hogy amikor a Csejtei Dezső átvette a tanszék vezetését, akkor ővel egy nagy fordulat következett be, hiszen onnantól fogva újra filozófia tanszékként működött, újra filozófia egy filozófiai kultúrának egy ilyen tovább gondolása, tovább élése történt. Tehát a Dezsőnek ebben szerintem nagyon-nagyon nagy szerepe volt. De igazából akkor én, mint hallgató, ugye egyetemista hallgató keveredtem ebbe a történetbe, és hát azt láttam, hogy akik itt érdemben tudnak valamit adni nekünk, fiataloknak, azok főleg ezek a ilyen egzisztenciálista vonalon Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer életfilozófiák nyomán tudtak olyan dolgokat mondani, ami érdekes volt. De valahogy engem személy szerint, ugye én közben francia szakos is voltam, engem mindig valahogy így kielégületlen hagyott az, hogy a kortárs filozófiára nem történik igazán reflexió. Különböző okoknál fogva, mindegy, hát ez egy ilyen átalakulási folyamat volt. Na, és csak ezt akarom így elmondani, hogy ekkor történt valami nagyon különös változás az én életemben is. Nevezetesen az, hogy megjelent Alpár, akit előtte én nem ismertem. Illetve szerintem én pont amikor te megjöttél, azért nem voltam legelőször, a legelső szemináriumon, mert akkor éppen Párizsban voltam egy Tempus ösztöndíjjal. Többek között Derridát hallgattam az USVSS-en, meg másokat. De amikor itt visszajöttem, akkor hirtelen azt éreztem, hogy itt van valami áttörés abban az értelemben, ami nekem olyan nagy hiány volt, nevezetesen, hogy valaki valami egészen más kontextusban, egészen más megközelítésben, egészen más kultúrával és gondolkodásmóddal, valami olyan különösen újszerű viszonyokat tár föl számunkra a filozófiához, amit eddig nem tapasztaltam. És hát ez volt az Alpár órája. És innentől fogva ez nagyon-nagyon-nagyon sokat adott nekünk. Na most erre vonatkozóan az lenne a kérdésem, hogy neked, nyilván ez nehéz, de egyetértek az Attila, ez nagyon szerencsés dolog, hogy ez nagy tragédia, hogy Alpárnak el kellett jönnie különböző körülmények között, és nyilván az nekünk nagyon nehéz, meg a családnak is egy nagyon nehéz időszak volt. Nekünk viszont hát ez egy nagy szerencse volt, elnézést az öröm az ürömben, a minden rosszban van. Ez a dialektus. Erre utaltam, hogy dialektus. Szóval, hogy azt szeretném... Te elpusztulsz az a dialektus. Azt szeretném kérdezni, hogy neked ez az időszak szellemileg, ez mit jelentett? Egyébként az egész úgy kezdődött, hogy egyszer Csejtei Dezső megjelent a házamban, és ez, azt hiszem, ez 91-ben volt. Azért is emlékszem, milyen pontos, hogy 91-ben volt, mert egy szemtelen repülőgép ott körzött. Nem egy légy, hanem ott, nem egy légy, hanem egy repülőgép, és nem érzem, hogy Csejtei Dezső is így föl
fölemelte a fejét, hogy ez micsoda, hát mondom, ez a háborúnak a szele, hát mi lenne. Ez így valahogy a 91 márciusában történt. Valaképpen az volt, hogy ő elolvasta azt a Hiányvonatkozások című könyvemet, amely, ez, ha jól emlékszem, 1988-ban jelent meg, és annak alapján, hogy meghívott először, hogy tartsak itt egy előadást, akkor tartottam itt egy előadást, és hát olyan szép volt a fogadtatás annak az előadásnak, ugye a diákok között, ugye némi büszkeséggel mondhatom, hogy a diákok aztán kérték, hogy legyek itt huzamosabb ideig, és akkor valamiképpen ez a történelmi körülmények, meg ez a tény, ezek összejöttek, és akkor itt maradtam tényleg egy egész szemesztert tartani. Azzal természetesen volt ez a negatív háttérszituáció, mert akkor már X-esetben mozgósítottak, és akkor nekem ez nagyon jó jött, hogy de eljöttem, és hát aztán itt maradtam 20 nem tudom hány évig. Nem 20-10. Nem, 20-valahány év, nem 10. Hát nézd, az 1991, én 2000... Nem, 20-valahány. Te jó ég, ilyen emberültő. Még ennyit engedjenek meg azért még ez a családi történet, meg a családi fenomenológia. Azért is boldog voltam ez a Szeged miatt, mert nekem az apa mit járt egyetemen? Egyetemre itt járt, tehát 44-ben, az orvos egyetemre járt, csak nem soká, ugye bejöttek a szovjetek, és akkor másképpen alakult az élete, de hát még nagy büszkeségen őrzöm a Szent Györgyinek az aláírását az indexében, az még megvan, ugye. Tehát annyi szál volt Szeged vonatkozásában, hogy én tényleg nagyon extatikus állapotban leleztem, és úgy jöttem ide el. Ez hát persze érdekes volt, furcsa, de iszonyatosan fontos, meg rengeteg gazdag tapasztalata. Kezdve azzal, hogy az én számomra az volt egy revelatív tény, hogy a diákok letegeztek. Odaállt. Mit csináltunk volna? Hát jó, odaállt. Hát teljesen fiatal, bocsánat. Hát, persze, de jut, mondom, odaállt, ez másképpen működik, és nekem kellett egy ilyen civilizációs konvenzió ahhoz, hogy... Hát bocsánat, csak idézőjelbe, hát én most megdöbbentem, most júliusban átmentem, láttam Dávidot, és kiszámoltam, hogy olyan idős, mint apár volt, amikor megismertem. Igen. De tényleg vagy. Na de azt hiszem éppen a Lackó Sándor volt, aki azt mondta, hogy te félreérted ezt a dolgot, mert ez a megtiszteltetés jele. Na akkor megnyugodtam, jó van, rendben van, akkor megnyugodtam, leesett egy kő a szívemről, és akkor elkezdtem. Na, és hát tényleg most kitellen, egymásnak ellentmondó dolgot fogok mondani. Egyfelől nagyon sokszor az a gyanúm, hogy a filozófia meg a párbeszéd között nagyon esetlegesek a kapcsolatok. Ha jobban megnézzük a filozófia történetét, a lehetetlen találkozások egész sora. Hogy értelmezi Hegel Spinozát? Hogyan értelmezi Lacan Deleuze-t? Ezek mind ilyen lehetetlen, félre sikerült találkozások. Egy szigorúbb ember azt mondja, hogy mit írkál ez a Heideggel, hát senkit se értett meg, hát mindenkit félreértett gyakorlatilag. Na, tehát ez egészen odáig fajul mondjuk egy Deleuze-nél, aki egészen megvetette a filozófiai diskurzus mindenfajta formát, hogy konzekvensen visszautasította, hogy bármelyik konferencián, mert még mit, ez nem olyan dolog, ugye? Ez nem olyan dolog, hogy... Tehát az, hogy egyfelől van ez a gyanú, perem a filozófia történetével kapcsolatban, hogy rosszul sikerült találkozások, és lehet, hogy a filozófia pont ez a rosszul sikerült találkozásnak a hatalmas kontinuma. Ugye, másfelől ez pedig olyan nagyon párbeszéd gyanús volt. Ez, ami velünk történt, ugye minden patetizálás nélkül, itt volt párbeszéd, amely ráadásul voltak intézményes formái, meg intézményen kívüli formá is. Hát ugye milyen szép pillanatok voltak, amikor a különféle kocsmákban vitattuk meg ezeket a rendkívül mély metafizikai problémákat. Ugye? Na,
Ugye, tehát ez, de ez tényleg része volt az egésznek, úgyhogy ha úgy tetszik, ott hát mi szimpózium. Ellenálltunk a filozófia történetének. Hát igen, és az első rész elején ott volt ugye ez az eszé, mint az írás, mint szabadság, ugye, és az írás, a filozofikus írásnak a tudományos, száraz előadás, mondja, amit az András vetett fel, és az eszé, mint a szabadság. Hát ez gyakorlatilag a diskurzív formájában hasonló, ugye, tehát a szeminárium előadásnak a tudományos, illetve ez a szókratikus szimpó nyitottabb szimpóziális jellege, ami hát... Bocsánat, most eszembe jutott, hogy igazságtalan vagyok, mert szóval hoztad a Derridát, ugye ő neki van az életének utolsó periódusában ilyen nagyon erőteljes stratégia dialógus létrehozásának vonatkozásában, főleg nőkkel. Ugye az Ellen Six Sue, az Elizabeth Rudinesco, meg másokkal is, mint a Nancy-val, az a tappintás, meg egyebek. Tehát ő ott próbálkozott azzal, hogy hogyan lehetséges dialógust létrehozni, és meg az például nagyon érdekes kísérletek arra vonatkozók, hogy megbontani ezt a fátumot az adialogicitással kapcsolatban. Úgyhogy ezért mondom, ennyiben korrigálnám azt, amit mondtam, hogy vannak azért ilyen vonatkozások is, igen. Hát ehhez kapcsolódik akkor ez, hogy elmondom ennek a sztoriát ennek az interjúnak, illetve hát nincsenek sztori igazából, tehát ez a különbség. Tehát a különbség az tényleg az mind a mai napig létezik, most már felmutathatnám, de most ott van a hátizsákomban, hogy ezt az Attila, ezt a Márta és még valaki három alapítottátok azzal a céllal, hogy a 90-es évek legelején, ja igen, itt van, ez a legújabb szám, ez két hete jött ki a nyomdából, egyébként a 18. évfolyam, tehát 18 évvel ezelőtt, illetve ez nem jó, mert 93-ban, a negyedik év, 93, bécsi autóbusz kirándulás, Igen, volt egy pár év, ami van kivéve. Úgy, hogy hiányzik az a pár. Mert itt van a 96-os szám, az a negyedik évfolyam. Tehát ez akkor 93. Azért, azt tudom. És akkor még csak annyi volt a cél, ugye, hogy bizonyos ilyen szemináriumi dolgozatok, jobb dolgozatokat, diákokat, és csináltunk is ugye ilyen felolvasó esteket, meg az információ őskorban, igen. És akkor ez egy kicsit később, ugye 96-ban, már azt hiszem a szerkesztésben nem vettél részt, ezt az Erdei Tamás barátommal, csoporttársammal, illetve a Nagy Attival, itt van a neve, a Nagy Attival hármasba csináltuk, és akkor találtuk azt ki, hogy megkérdezzük a tanszék oktatóit arról, hogy mi az ő személyes viszonyuk a filozófiához. Ugye valahogy mindig ez érdekelt, engem nagyon érdekelt, és most is nagyon érdekel, hogy van az akadémiai stílus a filozófián belül, és erről ma többször is szó esett, és hogy a filozófia művelése, mint tudomány, vagy akár mint egyetemi disziplína, vagy mint az oktatása mögött, mi az a személyes érintettsége egy adott filozófia tanárnak, filozófia történésznek, vagy filozófia oktatónak, illetve mit gondol arról, hogy mi maga a filozófia, mint olyan egy praxis, mint vagy gyakorlatot, nem tudom. És akkor ezt a kérdést feltettük minden egyes oktatónak, illetve tehát nem az volt, hogy nem csak alapárnak, hanem ebben a különbség számban van a Simon Ferivel, a Dezsővel, Heller Ágival, Gausszal, Ausz Andrással, Csontos Szabolcs még itt volt, utána elment a Dékány Andrással, Gyenge Zoltánnal és az MS-ével, Magyarodi MS-ével, akik még itt volt, de most már elment. Tehát mindenkitvel csináltunk egy ilyen villámítelünk, amiből az is volt a cél, hogy egy kicsit reflexióra késztessük az oktatóinkat. Egy kicsit nekünk talán akkor éppen valahogy hiányzott egyrészt az aktivitás, tehát az, hogy valaki személyesen explikálja önmagát és a saját filozófiához való viszonyát,
És ezt szerettük volna egy kicsit így kiugrasztani a bokorból, ha úgy tetszik, ezekkel az interjúkkal. És hát egy kicsit igazából annak idejére, annak visszaemlékezve, Alpár az egy nagyon fontos minta volt, mert hogy mi sokszor a többi órán is azt kerestük, hogy valamilyen ilyen aktivitás legyen, ilyen viszonyítási pontnak elég erős. És nagyon jó volt ezeket egymás mellé tenni, ezeket a szövegeket. És hát most újraolvasva őket, tényleg akkor is azt gondoltuk, hogy Alpárnak, amit Alpár erre mondott, az hát ez egy nagyon komoly, nagyon mély artikulálása annak, hogy mi a személyes viszony a filozófiához. És arra gondoltam, hogy ezt most ebből egy pici részt felolvasok, ugye ez 20 évvel ezelőtt mondtad ezt, és hogy most ezt hogy látod, hogyan, hogy ez megváltozott-e, vagy még mindig így gondolod, vagy nem tudom én. Azt mondja, a kérdésetek, Alpárt idézve, a kérdésetek eleve filozófiai kérdés, rejtett módon filozófiai állásfoglalást tartalmaz. Voltaképpen személyes interpretációmra vagytok kíváncsiak. A filozofálásban mindig van egy gyakorlati mozzanat. Mindig kockára teszed az egész életmódodat. Miközben belebonyolódsz a dialógusba, belekerülsz a kérdések és válaszok sodrásába, gyakorlatilag a saját életeddel kísérletezel. Azt hiszem, ez az európai filozófia egyik alapvonulata Szokrátész óta. Amikor filozofálunk, akkor ezt abban az értelemben tesszük, hogy nem érünk el valamit. A lényeg mindig elszökik előlünk. Az én mindig valamiféle központja a gondolkodásnak, ám természetesen ez nem jelenti azt, hogy a filozófiában nincs személytelen mozdanat. A magam számára ezt úgy fogalmazom meg, hogy a filozófia sajátosan törékeny egyensúlya a személyes és a személytelen mozdanatoknak. Ahhoz, hogy feltegyük az egészre, az egyre, egyáltalán a legáltalánosabb fogalmakra vonatkozó kérdést, egészen biztos, hogy személytelenül kell eljárnunk. De a személytelent is személyesként éljük át, egyfajta gyakorlati tudásként, amint mondtam. Az életünkkel való kísérletezést érjük tetten a dialógusban. És akkor az utolsó bekezdés, a filozóf, igen, azt mondja, és mindez nem veszélytelen dolog. Aki fölvállalja ezt a veszélyt, az útkeresésnek ezt a veszélyét, az tud elindulni. Az út és nem a cél a fontos, maga a keresés a filozófia. A hiába valóság pátosza is erről szól, hogy az út fontosabb, mint az eredmény. A filozófia a filozófiához vezető út, mert abban a pillanatban, amikor fölismered, hogy neked gondolkodnod kell, amikor fölmerül a szkepszis, az már filozófia. És ez az, ami engem érdekel. Tehát 20 éve hangoztak el ezek a nagyon belős, szép, gondolatok, és egyfajta ilyen önmeghatározás, illetve egyfajta meghatározás arra van, hogy te hogyan viszonyulsz a filozófiához, és ez nekünk annak idején nagyon sokat jelentett. Most kíváncsi vagyok, hogy gondolsz. Na hát, ha Szokratész, akkor kapaszkodjunk bele. Mi a filozófia feladata? A fiatalság megrontása. Sikerült. Ugye? Hát ez valami szebb, jobb feladat. Most a Szokratész még annyiban érdekes, mint modell, és akkor lehet, hogy kicsit visszalépünk ahhoz, amit korábban beszéltünk. Ugye korábban szót ejtettünk az ellenállás egyik lehetséges formájáról, mármint az exódusról. Ugye a Szokratész az anti-exódusz. Ugye az anti-exódusz, az azt jelenti, és ez érdekes módon, ez valóban lehet egy nagyon erőteljes filozófiai modell, vagy szerep, tehát hogy benne maradni az immanenciában, ott maradni, vagy itt maradni, tehát fölvállalni a kontextusban létezés kockázatát, de ugyanakkor valamifajta distanciát létrehozni a kontextussal szemben. Tehát pontosan nem az emigráció, nem az exódus, nem a kilépés, hanem az immanens transzcendencia, úgy tetszik. De, na most
Amit most így hozzáadnék ezekhez, már szabad itt görgetni ezeket a dolgokat. Ha végig kísérjük azokat a platóni dialógusokat, amelyekben Szokratész szerepel, valóban ugye a kérdés-felelet logikája nagyon erőteljesen megjelenik, és vélhető, hogy ez a klasszikus filozófálásnak egy nagyon fontos módozata. De nagyon sokszor érezhető a klasszikus filozófálási módozatokban az, hogy olyanfajta feleleteket kínálnak egy előzetesen már megfogalmazott kérdésre, mintha mindig ebben állnának benne, tehát a kérdés-felelet. És ugye ezzel is felvetődik egy pillanatban, hogy a filozófia életmód, de ez is talán ezzel van kapcsolatban, hogy hát, hogy az életet is úgy lehetne ábrázolni, mint a kérdés-feleletnek valamifajta végtelen sorozatát, akkor az ebben való állás jelenti ez. Na most, az, amit hozzáadnék, mert mindig csak parafrazáltam azt, amit ekkor mondtam, amit én már teljesen elfelejtettem az igazság. Ugye visszatérve ezekre a platóni dialógusokra, ugye Szokratész, Glaukon, Trazimahosz és így tovább, és a többiek. Itt a filozófálást odáig vezetik, hogy választani kell. Odáig kell feszíteni a logikát, hogy egy pontban választásra kerüljön sor, vagy A, vagy B. Ez a filozófia egyik alappillére valószínűleg tényleg, és ez milyen benne van a szokratészi modellben, de nem elég. Én nem hiszem, hogy ez elég. Elmondom, hogy miért gondolom, hogy ez nem elég. És hadd kezdjek egy egyszerű tapasztalati példával. Mikor a Hertha Müller Belgrádban járt, akkor nagyon kikelt a szerb értelmiség jellem, meg a Milosevic rezsim, meg hát körülbelül az egész arra futott ki, hogy mindenkinek el kellett volna fogadni a NATO bombázást úgy, ahogy van. Na most akkor a literatúra kérdezett engem is, másokat is, na most mit szólok erről, és ott én elmondtam azt, hogy hát ez egy hamis alternatíva. Tehát ez egy két olyan pólus, mind a kettő hamis. Ugye a Milosevic mellett kiállni is egy hamis hozzáállás. De hát én nem akarom elfogadni a NATO-nak a militáris, neoliberális koncepcióját sem. Választanunk kell a választást. Nem? Azt, hogy valaképpen ez a, azt hiszem, ennek a kornak egy rendszeresen visszajáró problémája, hamis választások elé kerülünk. Rossz alternatívák. Hamis választások kényszerítenek bennünket, és ezért nem szeretem a szabadságnak azt az értelmezését, amely lerögzül a választás szabadságánál. Egy nagyon alacsony rendű szabadságfogalmat takar, kissé durván kisarkítva ez a záruház által kínált szabadság. Ugye? Ezt mi fogyasztóként lubickolhatunk ebbe, de hát kínálat, így van természetesen. És hogy ezt még tovább fokozzam, ugye majd mindenki emlékszik, vagy sokan emlékeznek ugyanarra a híres problémára, amit egy szamárnak a hátára tettek rá, hogy ezt a híres filozófiai problémát, ugye a Buridán szamarára gondolok, ugye aki hát mégis nem tud dönteni, és a végén hát addig, hogy éhe hal. De most ugye annak az egész történetnek az egyik nagyon fontos tanulsága, hogy a választásra leszűkített szabadság lényegében közömbösséget termel. És ha figyelembe veszik, hogy egy olyan korban élünk, amely gigantikus módon termeli a közömbösséget, akkor azt mondom, hogy itt a filozófia egy másik fontos feladata. Megváltoztatni a választás jelentéseit, az előttünk lévő alternatívák jelentéseit. Ezt próbáltam az imént úgy kifejezni, hogy választani a választást. Érdekes
Hát ez egy kicsit, egy kis provokációt kölcsönzök az egésznek. Ugye, hogy azok a jelentékeny filozófusok, ugye, akiket némileg már szóba ejtettünk, a Hegel, Descartes, mások is, hajlamosak voltak a szabadságot a predesztináció felől értelmezni. Ez nagyon ellenkezik a mi liberalizmushoz szokott attitűdünkkel, ugye, amely úgy gondolja, hogy a szabadság és a predesztináció között mély szakadék tátunk, de van a szabadságnak erőteljesebb formája, mint amikor azt mondjuk, hogy választjuk a saját sorsunkat. Ez a választjuk, szóval választásunkat, a saját predesztinációnkat választjuk. Ugye az Imre azt mondaná, hogy akarat, lehet. Ugye? Ezt választani, ugye, amit oly régi emberek, ugye, mint a Hebbel, a Lukács György szeret ezt idézni, hogyha ugye, Isten és közöttem a tettet helyezi, akkor ki vagyok én, ezt visszautasítsam. Hát ez a választott predesztináció, amely mélyen több annál, mint a választásnak a szabadsága. Na, tehát szerintem ez a filozófia ebben nagyon fontos lehet, hogy korrektívumként hat a hamis alternatívák kapcsán, amelyek mondom, szociológiailag is, szocioekonomilag is azt hiszem, hogy mélyen meghatározzák a mi korunkat, megváltoztatni a választásnak a jelentőségét és a metakeretét, azt hiszem. És számomra ez éppen annyira radikális cselekvés, esetleges radikális cselekvés a filozófiának, mint bármi más. Nagyon érdekes vonatkozás, mivel ezekről dolgokról beszélünk, hogy az egzisztencializmus, az Imre egy pillanatban Sartre-t hozta szóba, föl is csillant a szemem, örökös szerelmem, ilyen titkolt szerelmem, az egzisztencializmus. Hát igen, persze, tehát a Sartre-t éppen nagyon szeretem. Na, és ugye ezzel kapcsolatban lehet mondani, ugye éppen a Sartre használja azt a érdekes fogalmat, hogy antifilozófia. Tudom, hogy emlékszel, jön rá, ugye abban az írásában, ami azt a címet viseli, az egyedi egyetemes, az antifilozófia. Na most az antifilozófiát ezt nem szabad dehonestáló értelemben érteni, tehát ez nem a relativizáló filozófia, hanem a Sartre és később mások is, mint ahogy az itt szobozott Badiou később, ugye, meg a Lacan, meg a többiek, úgy értik az antifilozófiát, mint a filozófiának egy érdekes széthajlását. De egyfelől van az a platóni modell, amely konceptuális alapokon áll. Hát ugye a fogalom, amely átszűri az esetleges tapasztalatokat, átreflektálja őket, és legjobban a fogalomnak olyan érvényességet kölcsönöz, amely kibírja akár az esetlegességekkel tarkított történelmi dinamikát. Hát azok, akik antifilozófusok, Pascal, Rousseau, akár Kierkegaard és a többiek, nem konceptuális alapokon állnak, hanem egy sajátos, idioszinkratikus, egyéni jellegű tapasztalatból formálják ki a filozófiájukat. Lelkiismeret, ugye Rousseau esetében, ugye fogadás, vagy a választás, ugye a választás, mint Kierkegaard esetében. És, tehát tulajdonképpen egy olyan akonceptuális vonatkozást működtetnek, amely, hát mondom őket valamifajta antif. Na most, megmaradt persze továbbra is ugye, a filozófiának ez az ősei kérdése, amely hát nem hagy békén, ugye? Vajon a nyelvből kiindulni, vagy a dolgokból? Ugye ez a rég volt létező kérdés, ugye Kratulosban, hogy a nyelvből kiindulni. Ugye ez a 20. század a nyelvet választotta, a nyelv került a tudatnak a helyébe, és egyáltalán a nyelvnek az emberhez képest fölérendelt rendszere az, amely ugye meghatározza az emberi létezésmódot.
azt, hogy külön beszélhetnénk arról, hogy például ma milyen filozófiai irányulások vannak, például a spekulatív realizmus, ez kapcsolódik, amely pontosan ezt is le akarja bontani valamiképpen, hogy ezt a nyelvre való vonatkoztatottságot. Hát ez például egy nagyon érdekes kérdés, amely lám-lám nem szűnik kínozni azokat, akik filozófiával foglalkoznak. Ugye, ez, hogy például egy Heidegger azt mondja, hogy a nyelv a létháza, strukturalisták azt mondják, hogy a nyelv az voltak éppen olyan, mint egy tortúra az emberrel szemben, tehát letaglózza az embert, kiátsza az embert, rácáfol az emberre, ott csapja be, ahol éppen akarja, stb. Hát ez most már ott vagyunk a kortárs filozófiában. Tehát ez az antifilozófia, voltaképpen a filozófia, még az antifilozófia közötti nagyon sajátos kapcsolatrendszer határozza meg akár a kortárs filozófiának az ütemrendjét is, én azt hiszem. Számomra mind a kettő fontos, például az egzisztencializmus biztos, hogy az antifilozófiához kapcsolható, abban az imént említett értelemben, de szerintem éppen olyan fontos, mint azok a filozófiák, amely konceptuális alapokon próbálnak közelíteni a világ artikulációjához. Én össze szeretném kapcsolni ezzel, amit mondasz, tehát ez így teljesen kerek, de visszacsatolnék arra, amivel elindultál, a Szokratész nem kivándorló, non-exodus jellegű alapállásával, és valahogy ahogy ezt hallottam, eszembe jutott, amit Márk mondott még egy kicsit korábban, a fauszti és a Szent Ferenci értékrend, illetve szintén alapstratégia összekapcsolása vagy szembeállításáról. Nevezetesen ugye, hogy a fauszti az új formát teremteni, a Ferenci az pedig megtalálni azt az értéket, ami már eleve adott, és megpróbálni azt valamilyen módon növelni. Ezt azért kapcsolódott bennem össze, mert most így tényleg ráébredtem arra, hogy a te gondolkodásmódod és az egész filozófiai életműved és az ehhez kapcsolódó tevékenységed, életed és a tanítás, a filozófia meg egyéb más egyetemi tanítómunkát, hogy ez tényleg valamilyen ilyen hűség ahhoz az adott helyhez. Még akkor is, hogyha az adott hely, ahol születtünk, ahol vagyunk, az sokszor elképesztő megpróbáltatások árán vállalható csak fel, vagy folytatható az ottani élet. És azért jutott ez eszembe, hogy ezzel voltak éppen, te ezt tényleg egy kicsit rólad is szól, de az jutott eszembe, azért hoztam ide a Szent Ferenci stratégiát, mert hogy mint hogyha a filozófiának ez az aktív művelése, és ez a dialektikus művelése most nem a hegeli, hanem a platóni dialektika, vagy szokratészi dialektika értelmében, tehát a gondolkodás, a tanítás, a beszélgetés, az valami olyasmi, olyan stratégiát képviselne, ami nem a rossz ellen küzd, kvázi, hanem éppen ezt a jót próbálja meg valamilyen módon képviselni, és aktívan a világban, és ez már mondjuk most akkor átkapcsolhatunk például a deridai tanúságtétel fogalmához, ugye, hogy tanúságot tenni erről a igen, tehát hogy azokról az értékekről, illetve hát arról a fajta szabadságról, amiről itt a végén beszéltél, tudnék, ami nem a választás szabadság, ami Descartes szerint is a szabadság nullfoka, hanem az a szabadság, ami talán éppen akkor artikulálódik, amikor közösen gondolkodunk és filozofálunk. Igen, és hogy a Descartes-ot mondtad, akkor hadd adjak valamit azért hozzá, mert talán ez nélkül nem teljes a kép, hogy a filozófia története nem csak hogy séta, nem séta galopp, hanem abban az értelemben sem nem egy kontinuum,
hogy jönnek a különféle nemzedékek, megtagadják az előzőeket, és akkor lépegetnek előre. Hanem filozófia történetében van, azt hiszem, három olyan személy, akit rituálisan mindig támadnak. Ugye az egyik Platón, a másik Descartes, a harmadik Hegel. Ugye a Platón abban azért, nem csak abban a közismert, mindenki által hangoztatott, hogy az egész filozófia csak egy lapai jegyzet, hanem úgy is, hogy például a Foucault is fontosnak tartja, hogy azt mondja, hogy igen, leszámoltunk Platónnal, meg hát ez a Platón, aki egy az örökké valóságban gyökerező formákat léteztet a szenzuális valósággal szemben, hogy ott van ez az őrült Descartes, ugye, aki a világuralom tervét ugye létrehozta, gondolj csak arra például, hogy egy Heidegger milyen módon dezavuálta Descartes-ot. Vagy ne egy úristen, hogy a feministák ugye dezavuálták a Descartes-ot, miközben a feministák nem tudják, hogy az első modern feminista éppen kartéziánus volt, a François Poulain de la Barre, függetlenül aztán később változtatta a véleményét, de hát írt egy nagyon komoly traktátust erről, ugye, hogy a nemeknek az egyenlősége, és hát ez egy megrögzött kartéziánus volt abban a pillanatban. Meg hát ugye a Hegel, aki hát túl sok dialektika, túl sok racionalitás, túl sok érvek. És a Descartes-nek például egy ilyen érdekes vonatkozás, hogy az utazás. És ez kapcsolatban állt ez az exodus, nem exodus. Ugye Descartes-nek megjelenik az otthontalanságnak a tapasztalata, miért kell a filozófusnak utaznia. Ugye megtapasztalja éppen az otthontalanság perspektívájában legjobban minden otthonnak az alapnélküliségét. Minden alap, az az alapnélküliséget, ami beleíródik minden otthonba is. És hát hogy az ő megrögzött utazás eszméje leírható innen. És hát ő az a bizonyos fajta ki nem mondott, de létező egyenlőség eszménye, ami meg a Descartes-nál van, az ebből fakad, tehát hogy igen, azok, akik megtapasztalják ugye ezt a bizonyos tapasztalat, csak azért, hogy itt vagy egy pici korrekció ugye ezzel kapcsolatban. Igen, ez a közösség, ugye kommunió, ez egy örökös, és hát mindig újra fogalmazandó kérdés, mert mármint az, hogy a filozófia átruházása. Te magad is utaltál arra, hogy én ott megpróbáltam ugye gondolkodni a személyes és a személytelen vonatkozások kapcsán. Igen, valószínűleg, mint minden filozófiában, milyen komoly filozófiában van valami önvonatkozás. Tehát valami olyan egzisztenciális önvonatkozás, amely ugye meghatározza a filozófálás módját. Szóval különféle filozófusok hangot adtak ennek, különféle módon írták le, de ez egy iszonyatosan nagy kérdés, hogy ez hogyan átruházható, vagy milyen pedagógiai transzmisszió keretén belül bonyolítható le. Csendő természetesen létezik az akadémikus filozófia, amely egy normalizált beszédrendet követve, ugye egy előre meghatározott kategoriális vázat mutogatva próbál erre választ adni, de hát azért nem véletlen, hogy az akadémikus filozófálásra vonatkozóan oly sok kritika létezik, és én azt hiszem, hogy ezek jogosak. Tehát ez a bizonyos kommunió, ez a fajta közösség, ugye a filozófálók közössége, ennek a létrehozása iszonyatosan nehéz. Iszonyatosan nehéz dolog, és gyanítom, hogy nagyon ritka. Tehát nem hiszem, hogy ezt tudnánk ábrázolni a folyamatosság képet alapján, hanem inkább úgy gondolom, hogy ezek nagyon ritkán kibomló és létező, inkább kegyelmi pillanatok. Lassan az idő végén is jön, de szerintem most is meg kéne adni a közönségnek. Igen, megint belemelegettünk itt magunkba. Kérdés vagy hozzászólás. András talán először, úgy tűnik András jelentkezik. Hogyan lettél filozófus? Hogyan kezdtél el professzor?
racionális módon filozófiával foglalkozni. Nyilvegyenes volt, volt ez a fiú a 70-es években, aki elhatározta, hogy már pedig ő filozófus lesz, vagy pedig ez egy út, ami most is gyalog volt. Oké, ennyi. Tehát, hogy... Ez kis visszatérve arra, amit az imént mondtunk, nem tudom mi az, hogy normális filozófia. De a filozófia, ami túlságosan harmonikus lenne, nem hiszem. Hát nem, Hegel is úgy írja le a filozófia létrejövését, meghasonlottság. Hát nagy civilizációs képletek léteztek filozófia nélkül. Ez nagyon érdekes meggondolni, egyetlen a filozófia, tehát milyen genézise van. Hogyha túlságosan gyorsan hozzányúlunk a görögökhöz, akkor az a csapda vár bennünket, hogy azt hisszük, hogy a görögöknek valami különleges spirituális képességük volt, arra vonatkozóan, hogy kibontakoztassák ugye a logoszt és az ezzel kapcsolatos összetevőt. De mi van, hogyha a filozófia lényege nem filozófiai dolog? Akkor mi történik? Vagy mi lesz akkor? A filozófia elvonatkoztatásokkal foglalkozik, az elvonatkoztatások és a konkrétum különös viszonylataival. De mi olyan tudjuk, jó lenne mindig azzal kezdeni minden filozófiai stúdiumot, van a Hegelnek az a híres, a kigondolkodik elvontan. Rettenetesen erős írás, hihetetlenül átütő írás, ugye, ahol megmagyarázza ezt a sajátos fordulatot, ugye, hogy odaképpen nem a filozófia az, amely elvont, hanem a mindennapi élet, ugye, különféle érveket sorakoztat föl ugye, ennek kapcsán. De azt mondom, hogy a filozófia valami fajta összefüggésben áll az elvonatkoztatások rendjével, és küszködik ezekkel, akkor kénytelen vagyunk elgondolni azt, hogy civilizatórikusan hogyan dinamizálódott egyáltalán az elvonatkoztatás, mint olyan. És ha akarjuk, ha nem, itt szóba kerül a pénz fogalma. Van egy nagyon komoly absztrakció, és ez nagyon rosszul, meg nagyon dehonestáló módon hangzik, de ez nem egészen véletlen, például, hogy a kereskedelem szóba mindig benne volt a cselekvés kifejezés is. De a kereskedelem, amely ott van az antik korban, és különféle embereket kapcsol össze, különféle gazdasági kommunikát, állandóan működteti, görgeti maga előtt az elvonatkoztatásokat, a pénz révén keletkező elvonatkoztatást. Kénytelenek vagyunk, akár mennyire demitologizálja ezt a filozófia spirituális lényegét, hát foglalkozni azzal, hogy az elvonatkoztatásoknak ez a gazdasági dinamikája mennyire befolyásolta a filozófia kialakulását. Tehát szóval azt mondom, hogy nincs normális filozófia, a filozófia mindig azért atoposz, tehát hogy nem egészen helyezhető el fönnálló szimbolikus rendben, nem egészen könnyen szituálható a fönnálló szimbolikus rendben, szerintem az nagyon fontos fölismerés. És hogy azok, akik a rossz módon idolizálják a filozófiát, a német filozófia, igen, micsoda zseniális, egy sereg ember, aki... Hát igen, csak ne felejtsük el, hogy ott a német filozófia lényegében, ahogy a Hegelék megmondták volt, a forradalom helyett létezett. Hát a filozófia sose ott van, ahol kellene, hogy legyen, vagy ahogy elképzeljük valamifajta idealisztikus módon, hanem mindig van egy eltolódottsága, egy elmozdultsága. Mindig van egy rövid zárlat azért a filozófia meg a létező valóság között, és hát a Görögországban, tehát az antikvitásban, és nem véletlen azért, az Öllőzék nagyon szeretek ezt kiemelni, hogy idegenek
hozzák a filozófiának a csíráit, és akkor idegenek révén, akik eleve már atoposzok valamiképpen, azok hozzák a filozófiának a csíráit. Csak akkor elnézést, András, hogy kicsit válaszoltam erre, mondtam, hogy számomra, hogy a filozófia az akkor, tehát hogy genealógilag kapcsolatban volt a radikális cselekvéssel, a radikális cselekvés lehetőségével. Az, amit úgy próbáltam kifejezni, számomra mindig valami fajta csodálatos, elegy hozható létre a legelvontabb, meg a legkonkrétabb dolgok között. Ez, számomra ez volt az alapvető motiváció. Persze. Tehát, hogy soha nem arra gondoltam, hogy még olyan filozófusok esetében is, akiknél tapasztalható spekulatív bátorság, és spekulatív föllendülés, jégen, stb. Mások esetében, ugye mindig itt van ez a másik vonatkozás, hogy ennek ezernyi milliónyi vonatkozása van, ugye konkrét viszonyokra nézés. Ugye az, hogy a filozófia diagnózist ad a fönnálló világról, ha nem is a szó tapasztalat értelmében, de ez mégiscsak egy diagnózis, amely lehetővé teszi ugye a kritikai gondolkodást, hát ez nekem egy nagyon erős motivációs faktort jelentett. Jó, és ne felejtjük el, amit mondtál, hogy, hogy a kritika, a diagnózis az egy orvosi fogalom is, ami azt jelenti, hogy nem egészséges testen kell gyakorolni, tehát az orvos nem az egészséges testen nő fel, hanem a válság. Tehát azt akarom mondani, hogy ez gyakorlatilag a válság, nem válság jelenség, de egy válság helyzet ugye a német filozófiát is, vagy nem beszélve az oroszról, tehát egy modernizációs elcsúszás, vagy egy modernizáció hiány. Vagy ez a hiány vonatkozást akarom csak így kiemelni, hogy... Hát gondoljunk csak a magyar kultúrára, hogy hányszor az irodalom helyettesítette a filozófiát. Igen, ez egy nagyon erős magyar tapasztalat, hogy ott, ahol a filozófiának kellene lennie, ott a irodalom jelenik meg. Uh-huh. És az irodalomnak ez a poliszémikus vonatkozás rendszerrel bontja ki azt, amit lehet, hogy a filozófiának kellene. Jó, de akkor miért nem ír? Miért nem író a magyar hagyományban? Miért nem írónak tetszett lenni? Nem, ez szép volt nagyon, amit a Márk mondott az elején, hogy a vajdasági hagyományban van egy ilyen esszéisztikus tradíció is. Ezt te hogy látod így, hogyha kontextualizálni akarjuk? Ez, hogy van. És visszakapcsolni egy kicsit erre. Hát elnézést, de valamiképpen reagáltam arra, amikor azt mondtam, hogy az esszé két dologgal van kapcsolatban, amelyek rokoníthatók a filozófia törekvésre, az egyik a kísérletezés, a másik pedig a szubjektivitás keresése. Mind a kettő, tehát hogy a szubjektivitás keresése ugye az esszé erről szól végül, és ugye amikor a Montaigne barátunk azt mondja, hogy önmagam vagyok, önmagamnak a tárgya, másképp mondta, hogy kicsit, de hát erre leegyszerűsíthetjük. Ugye hát ez egy olyan gesztus, amit egy modern filozófus azért fölvállalhat. Egyéb kérdés? Ibolya, kedves, békés és szerény kérdés. Kicsit banálisan fogalmazva, én úgy gondolom, hogy nem altár választotta a filozófiát, hanem a filozófia választotta a altárt, mert óriási igénye volt a filozófiának egy ilyen lény. Testet öltsön. És amit elmondott a hallgatókkal való kapcsolatáról, azt szerintem fényesen bizonyítja ezt. És az én saját tapasztalatom 20-akárhány éves ismeretségünk után, hogy aztán nehéz volt vele egyáltalán találkozni. Mert mindig esti órákat jelöltünk ki, akkor még a Mojo volt a Superkosma, ahol szellemi élet fókusszal gyakorlatilag. De hiába beszéltünk meg akármit, hogy legyen be, na akkor 5-kor, na akkor 6-kor, na akkor 7-kor. Jó, én ott mondjam, már én ott leszek a Mojo-ban, konzultálok X-el, konzultálok Y-nal, de tényleg csak nyugodtan, mert akkor majd utána folytatjuk. Tehát én mentem is nyugodtan, eltelt 4 óra, fél óra, vagy hát most már erősen örök, vagy mi. De nekem az óriási sokat hozott a konyhára, ugyanis amikor mi elkezdtünk teljesen hétköznapi személyes jellegű dolgokról beszélni, mint ahogy most is a példa mutatja, előbb-utóbb egy ilyen íve lesz a beszélgetésnek, az Alpár dialógiának, vagy ebben a dialógusnak, amit ti folytatok, vagy mi folytatok, és olyan ilyet
hihetetlen izgalmas dolgokra adott rá nekem, és én nagyon élveztem az előző részt az utópia miatt. Én irodalmi történészként, russzistaként orosz utópiákkal foglalkozom, irodalmi utópiákkal, de hát nyilván elkerülhetetlen az, hogy az ember ne ássa bele magát más disztriktívába is, és Fukettai bűnőségekben a filozófiával, és emlékszem meg azokra a nagyobbeli beszélgetésekre, amikor csak egy-egy, mint hogy most is csinálja azot, és egy-egy ilyen nagyon-nagyon jó irányzott megjegyzéssel, egy gondolatfutammal úgy meg tudta dobni az embernek a saját maga tételezőkkel kreatív gondolkodását. Imaginációját, szakmai imaginációját, meg a világról való gondolkodását. Hát én is most is, amikor otthon itt beszéljük, válság, meg minden így évek óta nem beszélünk ott. Hát mondom, ezt már apára megbeszéltük a válságot előre, meg populizmust, meg mindent. Tehát én mai napig a részben abból élek. Nem tudom, van-e más kérdés, vagy reflexió esetleg? Valóban, emlékszem, Alpár egyszer így nézett egy diákra, aki elment, hogy lejárt az óra idő, és még 5 perc, 10 perc, Alpár még össze, és elment egy diák. És akkor Alpár mondta, hogy hát, hogy lehet befejezni egy órát így, csak így, mert 90 perc letelt, vagy nem tudom. Úgyhogy. Szabad nekem valamit mondani, itt vagy a replika arra, amit Tibolya mondott, hogy most szabadon foglak. Az ismétlés az egy nagyon fontos filozófiai kategória. Hát akár Hegel, mások is. Ez egy nagyon, nagyon érdekes az ismétlés. És arról van szó, hogy én azt terveztem, hogy 60 éves leszek, akkor nagyon melankolikus leszek. Nagyon szép terv egyébként. Igen, én ezt terveztem. És ezt hány éve tervezed? Nagyon régen tervezem ezt. A születéssel összefügg van. Igen, akár. Na de most átirányítom az orientációmat. És pontosan az ismétlés modorában szeretnék még egy C60 éves lenni. Igen, tehát annyira kedvesek vagytok ezzel az egésszel, ugye jó, kicsit megedződtem már kisegyesen, mert akkor megszólítottatok tényleg ezzel a végtelen kedvességgel. De mondom, szeretnék még jövőre is 60 éves lenni.